Transformers Energon. Az emberrablás. Megatron egy szót sem szólt, mióta visszajöttünk. Azért, mert nem tud rájönni, miért építették az autóbotok azt a hatalmas energotornyot. Hé, Ciklon, ez nem vicces. Most felbosszantottam. Bocsánat a zavarásért. Később! Ne haragudj ránk! Én mondtam pusztítanak, hogy maradjon csöndben, de azt hiszem, hallgatod rám! Többet nem fordul elő, ígérem, esküszöm, főnök! Esküszöm! Ti idióták! Csak nem arra mertek célozni, hogy én Megatron nem jártam sikerrel! Végül is nem tudtunk tőlük energont lopni! Igen! És mivel csak négyen vagyunk, nincs elég emberünk, hogy megtámadjuk a... Javíts ki, ha tévedek! Azt mondod, jobban szeretnéd, hogy olyan legyek, mint Skorpió, hogy a marsi állomást támadja meg! Ha jobban meggondolom, Megatron, én mindent kész vagyok megtenni, amit parancsolsz. Ezt már szereti. Ezek szerint bármit megteszel, amit mondok. Igen. Álljunk csak meg egy percre. Ismersz olyan lénypusztító, aki talált energont? Válaszolj, talán van egy ilyen mechanik? De főnök, honnan tudhatnál? A legutóbbi csatánál te egy kis időre eltűntél, és lehet, hogy rájöttél valamire, amit nem akarsz elárulni nekem. Nem, ez nevetséges feltételezés. Egy ember volt, egy kölyök, ő találta meg az energont. Érdekes. Te soha nem meséltél nekem ilyen emberről pusztító. Tudod, hogy ki az? Talán emlékeztesselek arra, hogy a te érdeket, hogy mindent elmondja, mit tudsz. Ciklon igazat mond, egy fiú volt, az Autobotok úgy hívják vadul. Igen, tehát jól sejtettem. Szervusz, Skorpió. Mi szél hozott? Csak nem hallgatózni jöttél. Fontos híreket hoztam, főnök. Hallgatlak, beszélj. Az egyik terrorkonunkat elfogták, és elvitték az Autobotok Holdvárosába. A Holdra? Igen, azt még sajnos nem sikerült kiderítenem, miért vitte oda Optimus, minden esetre a forrásom ezt jelentette. Hiszen Holdváros teljesen leromboltuk néhány hónapja. Akkor vajon miért vitték oda? Megvan. Biztosan felfedeztek egy új energon telepet. Ha így áll a dolog, javasolnám, hogy most támadjuk meg őket, mielőtt felépítenek egy újabb energon tornyot. Igen, egyetértek. És ha jók a megérzéseim, az a kölyök is ott lesz az Autobotokkal. Jól van, gyerünk, harcosok! Tehát most egy fiút üldöznek? Érdekes. Csodálatos! Egy ember, aki képes megérezni az energon jelenlétét. Képtelenség! Ugyan hogy tudná egy ember érezni az energont? Miért ellenkezel? Csöppet sem bízom abban a csirkefogó Skorpióban. És nem is én ellenkezem. Skorpió, látni akarom azt a fiút. Átalakulás! Vadóc, miből gondolod, hogy itt van még valahol energon? Nem tudom megmagyarázni. Valahogy úgy érzem. Én úgy látom, semmi sincs itt. A robotikák mindent tönkretettek. Bíz bennem, vasököl. Mondom, hogy érzem. Jó, talán igazad van. Talán tényleg van itt valahol energon. De azt lásd be, hogy hónapokba telne, amíg kiépítenénk itt egy működő bázist. És hogyan állítsunk fel egy tornyot alapozás nélkül? Ez a laza föld nem bírja el! Hagyd már abba! Tudom, amit tudok! Igenis, főnök. Fogtatok jeleket, légőrvény? Nem, de őszintén szólva a műszereink közel sem olyan érzékenyek, mint Vadóc megérzései. Igen, légőrvénynek igaza van. Nem tudom, hogy csinálja, de Vadócnak jó orra van az energonhoz. Talán ez a terrorkon segíthet nekünk. Adjátok nekem, soha nem volt házi állatom. Tessék? Csak vicceltem. Gondoltam. Mit mondasz, Vadóc? Nem is tudom. Néha érzek valamit, aztán hirtelen elmúlik. Furcsa.
Nem baj, fiú. Addig maradunk itt, és addig ásunk, amíg muszáj. Csak mutass rá egy helyre. Kösz a támogatást, Optimus. Első Optimus szuperfokozat! Egyes egység kapcsolódás! Kettes egység kapcsolódás! Hármas egység kapcsolódás! Négyes egység kapcsolódás! Első Optimus szuperfokozat! Vasököl, gyere csak ide! Fenébe! Mit ugráltat ez itt engem? Átalakulás! Miért állt meg? Biztos érez valamit. Eddig úgy tudtam, csak neked vannak különleges képességeid. Vasököl, dugulj már el! Jelzőfény, menj és nézd meg! Gyerünk, Vasököl, kövess! Hagyjuk ezt, Vadóc! Nincs itt semmi, hidd el, semmi! Vadóc mindig így viselkedik. Igen, azt a butaságot vette a fejébe, hogy ő parancsolgat mindenkinek. Még szerencse, hogy nem sejtik, hogy pontosan tudom, mit csinálok. Határozottan érzem, hogy van élet itt a Holdon. Azóta sejtem, mióta Mikával a Földön az erkélyen álltunk. És még meglepőbb, hogy mióta Holdvárosban landoltunk, az a különös érzés motoszkál bennem, hogy valami vagy valaki figyel minket. És nem tudok szabadulni tőle. Mi van? Vigyázzak, robotikát észleltem. Robotikát? 12 óránál. Mindenki lőállásba! Ne! Ne lőjetek! Ne lőjetek! Csak én vagyok az! Ne lőjetek! Ez pusztító! Régen nem találkoztunk, igaz? Pusztító? Őt éreztem volna? Nem hinném. Mesélj! Hogy kerülsz ide? Hol is kezdjem, hogy rövidre fogjam, az a lényeg, hogy úgy döntöttem, ott hagyom Megatront, amíg még lehet. Na persze! És be is vegyük ezt a mesét! Hé, hey, ne pimaszkodj! Azért szoktam el, mert meguntam Megatront! Többet nem kell tudnotok! Jól van, bebizonyítom nektek! Gyertek velem! Nem megyünk! Jelentést teszünk Optimusnak! Ne húzd az időt, Vasököl! Én erre nem érek rá! Elloptam a robotikák mozgó erődjét, és ha Megatron rájön, nekem végem! Akkor most jöttök, vagy nem? Maradj! Ez csapda! Higgyetek nekem! Nincs más választásotok! Bocs, de nincs nálam érme! Vasököl! Azonnal jelentést kérek! Felfedeztük az ellenséget! És azt hiszem, Vadócra vadásznak! Ne mozduljatok! Oda megyünk! Megatron! Jó! Mindig örülök a találkozásnak! Kettes egység indulás! Keresd meg Vadócot! Ez teljesen felesleges volt. Odaadó híveid ezúttal nem fognak időben ide érni. Most végzek veled! Nézd majó, golyózápor, láncsóval! Megtámadtam, gyertek minél hamarabb Holdvárosba! Mozogjatok, igyekeznünk kell! Átalakulás! Ne, Vadóc! Ne félj, drágám, Optimusszal van. Nincs mitől tartanod. Most mit csináljunk? Segítsünk Optimusnak? Nem, Bortyázó. Nem szabad beleavatkoznunk a csatáiba. Egyelőre nem mozdulunk innen. De Rodimus, nem hagyhatjuk a társunkat ilyen nehéz helyzetben. Szívesen segítenék, de őt bíztam meg a mesterséges bolygó védelmével. Nem lenne helyes most felfednünk magunkat. Állj! Hagyjátok abba! Azt mondtam, tüzet szüntes! Megbolondultál? Komolyan beszélek. De Vadót! Figyeljetek, szerintem fogadjunk szót pusztítónak. Végül is mi bajunk lehet belőle?
Teljesen elment az eszed? Legalább egy kicsit kémkedhetek az ellenség után. Átalakulás! Ne vadodsz! Az egész miattam van. Igaz, pusztít? Igen. Gyere vissza! Nézzék, van vizuális kapcsolat. Úristen, terrorkonok veszik körül. Mi folyik odafönn? Mondtam, hogy nem kell őt félteled. Az alma nem esett messze a fájától. Jaj, Istenem! Vadósznál semmilyen fegyver nincs, Dr. Jones. Tehát az ellenség kezében van. Hogy? Két oka lehet. Vagy Vadóc megbízik bennük, vagy van egy terve. Portyázó, ez a fiú vagy nagyon bátor, vagy bolond. Egyetértek, Rodimus. Tartsuk őt szemmel. Tűzgolyó! Átalakulás! Golyózápor! Átalakulás! Lágyhova! Átalakulás! Megjöttünk! Hol van Vadóc? A helikopteren figyeli őt, nem lesz semmi baja! Ez az. Megatron mozgóerődje. Skorpió, mi a helyzet nálatok? Megvan a fiú! Ne engedd Megatron közelébe! Személyesen akarok beszélni vele. Nem értem, hogy tudta elfogni őt, pusztító! Az a szemforgató áruló! Megpróbált becsapni minket, de ő húzta a rövidemet. Itt az idő, amint a fiú odaér, öld meg őket, mindenkit! Ahogy akarod! Mi történt? Mi a fészkes fene ez? Mi jutott eszébe Skorpiónak? Te meg hová mész? Ez nem volt a tervben! Azonnal gyere vissza! Pusztító! Ne gyere a közelembe, Autobot! Még mindig nem érted, Vasököl? Az volt a dolgom, hogy becsapjalak titeket! Tudom, de... Megatron! Megatron, nézd! Mi a csodát csinál ez a szerencsétlen Skorpió? Skorpió! Várjunk csak! Úgy látom, megpróbálja elgázolni az Autobotokat! Csak én balkezes, nézd meg jobban, hova lősz! Nézd, Optimus! Egyenesen felénk tart! Mi legyen, nem ácsoroghatunk itt, uram! De itt maradunk lárcsóba! Nem mozdulunk, amíg elő nem kerül Vadóc! Figyelj csak, tűzgolyó! Kapcsolódjunk össze! Benne vagyok! Golyózápor! Tűzgolyó! Összekapcsolódás! Sikeres kapcsolódás! Lőjetek! Adjatok bele mindent, fiúk! Nem tetszik ez. Hé, mi történt? Ez nem mi voltunk! Értem. Gyere itt a valót! Veszélyben vagy! Nem! Minden rendben, Vasököl! A fejébe! Miért ellenkezel mindig? Jönnék. Ez meg mi? Olyan, mint egy állomás. Életben vannak. Úgy néz ki, és Vadóc valahogy megérezte a jelenlétüket. Nyissák fel az őrítot és küldjék át az Energon torcsot. Megvan az alatt, doktor úr! Már is, Optimus. Tudnál nekem segíteni rád? Hogy ne? Tessék, látod, Mika? Vadócnak megint igaza lett. Nem újdonság. Ah!
engedhetjük, hogy sikerüljön nekik! Romboljátok le a tornyot! Vedezzetek! Erősebben tüzeljetek! Indítsátok be a tornyot! Jaj, ne! Visszavonulás! Adhatok egy jó tanácsot? Szerintem lépjetek olajra, mielőtt Optimus észreveszt titeket. Figyelj, kölyök! Te tudsz beszélni? Mondd meg, honnan tudod, hol az Energon? Mindennél nagyobb szükségem van energiára. Ki vagy te? A nevem Alpha Q. Ezt a terrorkont arra használom, hogy rajta keresztül beszéljek hozzád. Alpha Q. Létezésemnek egyetlen célja van, hogy a világegyetem ura legyek. De rengeteg energia kell, hogy ezt elérjem. Nem engedem, hogy bárki is az utamba álljon. Remélem, érthetően beszéltem, fiacskám. Isten veled, Megatron! Magyarázatot kérek, Skorpió! Jó, azt a részt értettem, hogy Energont akarsz, de mi köze ennek hozzá? Mindent a maga idejében. Vaduc! A toronyból az Energon sugár vészesen közeledik! Azonnal el kell tűnnünk innen! Válaszolj, Alpha Q! Ki ez az Alpha Q? Ó, hogy a kozmoszba került ide az a torony? Pusztító! Most akkor kinek az oldalán állsz? Robotika vagyok! Az én vezérem Megatron! Akkor pattanj fel a csiklon gyorsra! Hé, gyere vissza! Hagyjad, vasakar! Esküszöm, egy nap megleckésztetem pusztítót. Megleckésztetsz egy robotikát? Úgy, hogy egy életre megemlegeti. Jó lenne megtudni, mi a helyzet Alpha Q-val. Pusztító! Itt a kis barátod! Vaduc! Majdnem eltaláltak! Nem a célhőjében vagyunk! Vajon ki lőtt? Majd megtudod, Vaduc. Egyszer. Megatron! A legutóbbi csatában súlyosan megsérültem! Meg kell javítani! Nem folytathatom a harcot ilyen állapodomán! Menj a fogmár! Ha javításra szorulsz, jól van! Elintézem, csak fogd már be a szádat, ciklon! Sajnálatos, hogy nem tudtad elhozni nekem a kölyköt. De be kell vallanom, hogy az akciód úgymond igen figyelemre méltó volt, Skorpió. Főnök! Javíts ki, ha tévednék, de úgy láttam, mintha az autobotok felé irányítottad volna az erődök, hogy összelapítsd őket. Így történt, Megatron. Éző módon örülök, hogy nem sikerült a terved. Így legalább nekem marad Optimus. Le vagyok nyűgözve! Megmutattátok a robotikáknak, hogy kik vagytok. És most, hogy az energontorony működik, semmi nem állíthat meg minket. Apa, nem beszélnél kicsit halkabban? Igen. Bocsánat. Nagy csata volt. Az biztos. És hatalmas mázling volt, hogy felfedeztük a mechanikokat Holdvárosban. Különben most valószínűleg Megatronnak dolgoznának. Ne szerénykedj! Vasököltől tudom, hogy te kérted meg Optimust, hogy menjetek el körülnézni. Neked köszönhetik, hogy megmenekültek. Igen, de valamit még mindig nem értek. Amikor el akartak rabolni, valaki tüzet nyitott a robotikákra és elűzte őket. Olyan furcsa, mintha valahol lenne egy őrangyalom, aki állandóan vigyáz rám. És gondolod, hogy ez a valaki a titokzatos Alpha Q? Nem hinném, Mika. Halvány fogalmam sincs, hogy ő micsoda, de az biztos, hogy nem az őrangyalom. Mikor lesz már vége?
Az univerzumban mindenki az Energonért harcol. És ez szomorú. Nem értik, hogy van elég mindenkinek? Lehetséges, hogy egy nap majd megértik, Mika, és akkor talán majd vége lesz a háborúnak. Meglátod, minden rendben lesz. Remélem. Valahol legbelül hiszek benne, hogy egyszer mindent tudni fogunk az univerzumról. Nem gondolod, Vadóc? De, talán. Következik Scooby-Doo! Itt, a Cartoon Networkön! Transformers!